Nem is hiszem, hogy gondoltátok volna, de Magyarországnak van űripara, és igen, el lehet jutni olyan messzire, hogy akár beleszóljatok egy olyan fontos kérdésbe is, hogy hogyan, mikor és miért menjen ember a Marsra. Mert Európa is bele fog szólni, és a Marsra lépő első űrhajósok között lesz egy valaki, aki európai. Vegyük elő a tableteket és aktivizáljuk őket. Csoportokba fogom osztani a társaságot, és végeredményként én szeretnék majd mindegyik csapatnál vagy Jamboardon, vagy írásban egy ilyen lépésekre bontott listát látni. Mi az, amit meg kell csinálni, ki kell pipálni? Amit szerintetek mindenféleképpen teljesíteni kell egy jelöltnek, hogy belőle aztán tényleg űrhajós lehessen. Nem mindegy, hogy egy űrhajós űrturistának vagy föl egy hétre a nemzetközi űrállomásra, vagy pedig a Marsra akarok valakit küldeni 3 évre. Hatalmas nagy a különbség. Nem a fizikum a legfontosabb. Tud-e jól együttműködni bárkivel is? Képes-e kibírni a hosszú idejű magányt? Tök jókat írtak hozzá. Probléma megoldás volt, csapatmunka volt, egészségügyi teszt volt. Elfogynak dolgok, levegő, ital, étel. Űrhajó égése. Aha. Nézzük a tableten a forrást. Nektek kell az űrhajót megtervezni? Az a legérdekesebb rész. Nagy ceruzával sokat rajzolsz, egy Marsra menő űrhajón egy évig. Gyűlni fog a por a fülkébe. Nem tudsz előztetni, bár tehát megpróbálod. Lesz. Az egy science fiction, hogy a Mars felszínén ott fog élni az űrhajós a Marson barlangban fog élni, ugyanis a kozmikus sugárzás kikapcsolása az nem igazán működik, nincs ilyen gomb. 13,6 milliárd évre már visszatekintettünk, és az univerzum annál biztos, hogy öregebb. Aha, itt a kettes csoport az már így az élet kialakítására is gondolt, mert hogy a botanikus kert, mint az életfenntartás megvalósítás, ugye ez a krumplis ötletnek már tovább gondolása. Mi a legveszélyesebb egy marsi éjszakában? A P-négyzet csapat átvette a vezetést. Hova jutottunk itt órán? Az egyáltalán nemtől a teljes mértékben igenig. Ez mindenféleképpen jó hír, hogyha itt egy picit a saját magatokba vetett hitet azt sikerült növelni. Mi okozta ezt a hozzáállásbéli változást? Hogy itt előttünk áll egy példa, hogy igen, már pedig ez nem lehetetlen. Egy pici helyről kitörni, az most úgy hangzik, hogy sokkal elérhetőbb és nem annyira nehéz. Annak ellenére, hogy nyilván marha nehéz. Ha hisztek magatokban, és tudásotokban, vannak olyan jó tanáraitok, itt is és az egyetemeken is. És a lehetőség mindenkinek adott. 100 év múlva mindenki űrhajós lesz. Ez a fejlődés egy civilizációnak.